hogy az idén a fiatalokat, a 35 év alattiakat, illetve a Dohányeket, a 70 fölötti művészeket együtt közösen tudnánk bemutatni, és ráadásul, mert ugye ismerjük már a teret, ezért nagyon szimpatikus volt, hogy vannak nagy termek, kis termek, és rengeteg variációt így a képeknek el tudtunk képzelni ide. Hogy a koncepciónk fő szempontja, annak ellenére, hogy meghívott művészekkel dolgozunk, szeretnénk, hogy minél szélesebb körben tudjuk bemutatni az élő magyar festészeten belül a fiatalokat és az öregeket, hogy a fő szempont az, hogy professzionális művész legyen. A kiállításnak, ha a Dohány részét nézzük, akkor feltétlenül fontos, hogy ugye, mivel minden évben egy Dohány díjat kap, amit életműdíjasnak nevezünk, a nagy termet, az első emelet nagy termét a Dohány az eddig életműdíjasokra, akik beadtak, arra koncentráltunk, és akkor őket egészítettük, úgymond ki, hát ez csúnya szó, de olyan értelemben, hogy a rendezés szempontjából, akik együtt tudtak működni képileg a Dohány képekkel. Az idei kiállítást ezt nem egyedül, hanem Szent György József festőművésszel közösen kezdtük rendezni. És ez azért is fontos, mert ő nagyon jól ismeri az öregeket. És a másik nagy segítség volt, hogy Náthy Róbert, ugye a művészeti vezetője a Rökpalotának, utána pedig beszélt, és így mond, hárman közösen hoztuk létre a kiállítást.